A Láfásnál szívügyünk és hiszünk is benne, hogy a cement előállítása közben akár százszor több hulladék hasznosítható, mint amennyi keletkezik a gyártás során. Az építőipar jelentőségét mutatja az a tény, hogy az épített környezet fenntartása és alakítása minden évben a világon a földből kinyert anyagok több mint egyharmadát használja fel. Az OECD előrejelzése szerint 2060-ra ez a mennyiség azonban duplázódni fog. Az ágazatnak ezért kiemelt felelőssége az alacsony széndiokszid kibocsátás elérése és a körkörös gazdaság építése. Ez utóbbi a Lafásnál szívügyünknek tekintjük, már a kezdetektől fogva, és hisszük, hogy megvalósítható, hogy akár százszor több hulladékot hasznosítsunk, mint amennyi a gyártási folyamat során keletkezik. A királyházi cementgyár teljes kapacitáson történő működése során a teljes baranyamegyei lakosság által termelt hulladéknak megfelelő mennyiségű válogatott háztartási, ipari és mezőgazdasági hulladéktól tudjuk éves szinten mentesíteni a környezetünket. Ez a teljes globális cégcsoportra vetítve a tavalyi évben például közel 50 millió tonna hulladék kezelését jelentette mint alternatív tüzelőanyag, vagy épp anyagában történő újrahasznosítás. Az alternatív tüzelőanyagok minél magasabb arányban történő hasznosítása érdekében a 2019-es évben valósítottunk meg egy közel 2 milliárd forint értékű környezetvédelmi beruházást is a Királyegyhezi Cemengyárban. A beruházás eredményeként a foszilis tüzelőanyagok használatát akár 20% alá is csökkenthetjük a jövőben olyan alternatív tüzelőanyagokkal, mint az aprított háztartás és ipari hulladékok, egész gumi, gumitextil, növényi hulladék, miközben a cementgyártásunk CO2 kibocsátását 30%-kal tudjuk csökkenteni a 2011-es értékekhez képest. A Lafarge a működése mellett támogatási politikájában és a munkavállalóknak szervezett önkéntes programokban is meghatározó szerepet kap a környezetvédelem. Ennek keretében novemberben egy helyi iskolában egy környezetvédelmi témahét megvalósításához járulunk hozzá. Az önkéntes programjaink vonatkozásában az év során számos alkalommal tartottunk és tartunk szemétszedést, valamint őshonos fák ültetését a Cemengyár környékén.